Maradj otthon! Erre biztatnak közéleti személyiségek egy videóban. A közgyűlés is elmarad. Védekezés. Szigorításokat vezettek be az idős otthonokban, bezártak az idős klubok. Helyreállt a szolgáltatás. Újra van meleg víz és fűtés a Berkovics és az Oladi lakótelepen. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Gazdaságvédelmi intézkedésekről döntött mai ülésén a kormány. A világjárvány ugyanis a munkahelyeket is veszélyezteti. Év végéig felfüggesztik a magánszemélyek és vállalkozások hiteltörlesztési kötelezettségét, és június 30-ig meghosszabbítják a rövid lejáratú vállalkozási kölcsönöket. Maximalizálják a holnaptól felvett fogyasztási hitelek THM-jét. A turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, sport, kulturális szolgáltatások és személyszállítás szektorban a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét elengedik. A munkavállalóknak nem kell nyugdíjjárulékot fizetniük, és az egészségbiztosítási díja a törvényi minimumra csökken. A helyiségbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, és a bérleti díjakat tilos megemelni. Csak a jogszabályokban előírt kötelező feladatok elvégzése érdekében történhet munkahelyen való munkavégzés az önkormányzati cégeknél. Erről rendelkezett Nemény András polgármester. A személyes megjelenés kizárólag akkor lehetséges, ha az elengedhetetlenül szükséges. Szombathelyi közéleti személyiségek videóban bíztatnak otthonmaradásra. Ebben a helyzetben én úgy látom és úgy érzem, hogy azzal tudunk igazából sokat segíteni másokon, meg sokat segíteni a városon, meg a megyén, meg a hazán, hogyha otthon maradunk, minél kevesebbet mozgunk, és a hatóságok utasításait betartjuk. Jelenlegi helyzetben a legfőbb erény a higgadság és a megfontoltság, meg a szabályok betartása. Én úgy gondolom, hogy nem ez a pillanat, amikor kreatív ötletekre van szükség, be kell tartani az egészségügyi előírásokat. Szombathely volt polgármesterei, sportolók, közművelődési szakemberek és színészek üzennek a lakosságnak, hogy a veszélyhelyzetben mennyire fontos betartani a korlátozó szabályokat. Csatok be a szabályokat, gyakran fertőtlenítsetek, sokszor mostatok kezet, nem most látogassatok az idősebb rokonokat, és mint ahogy én is, maradjatok otthon. Ebben a nehéz helyzetben a legtöbb, amit tehetünk, hogy betartjuk azokat a tanácsokat és szabályokat, amivel ellátnak minket. Tehát célszerű otthon maradni, akármilyen nehéz is, minél vidámabban kell tölteni ezt az időt. A megszólalók rövid interjúikban arra figyelmeztetnek, hogy vegyük komolyan a higiénés szabályokat, és inkább maradjunk otthon. Ezzel lassítható a vírus terjedése. Erre biztat Nemény András. Mint nagyon sok szombathelyi, én sem tehetem meg, hogy nem megyek be a munkahelyemre dolgozni. De ahogyan véget ér a munka, azonnal megyek haza a családomhoz. És otthon is maradok. Maradjon otthon ön is, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Elmarad a jövő csütörtökre tervezett közgyűlés. A napi működéshez szükséges önkormányzati döntéseket a polgármester hozhatja meg. A veszélyhelyzetet múlt szerdán hirdette ki a kormány, és két hétig tart. De arra lehet számítani, hogy meghosszabbítják a rendkívüli jogrendet. A koronavírus járvány gyorsan terjed, és az idősekre a legveszélyesebb. Emiatt minden szociális intézmény szigorú szabályokat vezetett be. Tábla hirdeti az Evangélikus Diakóniai Központ bejáratánál, hogy az országos tisztifőorvos utasítására határozatlan ideig látogatási tilalom van. 90 idős embert látnak el itt. A dolgozók és az ellátottak biztonsága érdekében szigorú előírásokat vezettek be. Különböző biztonsági előírásoknak, elsősorban a fertőtlenítés területén, illetve a védőruházat területén vezettünk be, illetve látogatási tilalom van, de ezt ugye országosan rendelték el. Ebben kérem is mindenkinek a megértését. Itt most elsősorban a hozzátartozókról van szó, hogy ez egy kritikus időszak, és tudjuk, hogy az idősek a legveszélyeztetettebbek, tehát a mi lakóink, a mi célcsoportjaink, akik itt vannak velünk, és ezért igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy
ők biztonságban legyenek. Kötelező a védőruházat, a védőmaszk, a gumikesztyű viselése és folyamatos a fertőtlenítés. A végstádiumban szenvedőket szigorú előírások betartása mellett meglátogathatják a közeli hozzátartozók. Kijárási tilalom még nincs, így van néhány lakó, aki elmehet sétálni, bevásárolni, de kérésre kerülniük kell a tömeget. Az idősek védelme mellett fontos a dolgozók egészségének megőrzése is. Jelentős mértékben érinti a koronavírus járvány a Pálos Károly Szociális Központot, hiszen a városban ők gondoskodnak az idős emberekről. A házi segítségnyújtásban dolgozókat ellátták védő és fertőtlenítőszerekkel, az idős klubokat bezárták. Étkeztetést biztosítunk a város lakossága számára, itt is elég jelentős az idős igénybevevők aránya. Számukra egyrészt házhoz szállítással, egy vállalkozóval kötött szerződés alapján teljesítjük ezt a szolgáltatást. Itt is természetesen a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett. A városban élő 65 év felettiek számára az önkormányzat megszervezi a gyógyszerek kiszállítását. Ebbe a központ is besegít. A plusz feladatokat munkaerő átcsoportosítással oldják meg. Megkapták a szombathelyi házi orvosok és fogorvosok az önkormányzat által felajánlott védőfelszereléseket. 9000 darab arcvédőmaszk, 60 darab fogorvosi plexi és vízlepergető védőruha, valamint 100 darab műanyag szemüveg áll rendelkezésre. Több üzlet is mennyiségi korlátozást vezetett be. Szabályozzák, hogy alkalmanként hány darab vagy hány kilogramm vásárolható az egyes termékekből. További rövid hírekkel folytatjuk. Elmaradnak a mammográfiai szűrővizsgálatok, erről tájékoztatott a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya. A veszélyhelyzet megszűnéséig a Markusovszki kórházban nem végeznek vizsgálatot. Azok a hölgyek, akik erre az időszakra szóló időponttal kaptak meghívólevelet, tekintsék tárgytalannak. A koronavírus okozta egészségügyi veszélyhelyzet miatt elmarad a SZOMHUL által meghirdetett lomtalanítási akció Szombathelyen. Nem lesz tehát lomtalanítás március 21-én, április 4-én és április 18-án sem. A szolgáltató a lakosság megértését kéri. Szünetel a személyes ügyintézés lehetősége a Vasi Víznél, a vízügyi igazgatóságon, a távhőszolgáltatónál és a Szova ZRT-nél is. A megelőzés érdekében e-mailen vagy telefonon keresztül lehet ügyeket intézni. A parkolási pódiakat előzetes regisztrációt követően a szombathelyparkolás.hu ügyfélkapun keresztül lehet befizetni, ugyanitt válthatnak parkolóbérletet is a szombathelyiek. Bezárt a kapuit Vas megye két nagy fürdőkomplexuma. A Sárvári tegnap, a Büki ma tette ki a zárvatáblát. Bezárt a Szent Gotthárdi fürdő is. Bizonytalan, hogy mikor nyithatnak ki újra. Ez azt jelenti, hogy a fürdők forgalmára építő éttermek és szállodák is ellehetetlenülnek. Leállította termelését a Szent Gotthárdi Opel gyár is. A veszélyhelyzet miatt egyelőre megjósolhatatlan károkat okoz a gazdaságnak. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet következtében nem nyit ki a kalandváros, így határozott az üzemeltető Szova ZRT. A játszópark eredetileg március 14-től várta volna a családokat. A létesítmény a rendkívüli helyzet megszűnése után lesz látogatható. Meghibásodott az egyik távhő főgerinc vezeték a Derkovics és az Oladi lakótelepet összekötő Perint hídnál. Amíg a megrongálódott csövet kicserélték, 2000 lakásban szünetelt a melegvíz és távhőszolgáltatás. 2000 háztartásban nem volt melegvíz és fűtés az elmúlt napokban a nyugati városrész lakótelepein. A probléma akkora volt, hogy a szolgáltató nem várhatta meg a javítással a fűtési szezon végét. A teljes távhő főgerinc vezetéket cserélni kellett, ami nem kis feladat. Tegnapi napon reggel álltunk neki a munkálatoknak az előkészített anyagokkal. Először a régi vezeték kivétele kiemelése történt meg, ezt tegnap be is tudtuk fejezni, illetve ezzel párhuzamosan folyamatosan zajlottak az új vezeték előkészítési munkálatai. A mai napon már behelyeztük az új vezeték szakaszokat, és most éppen azoknak az összekötése folyik magával a távvezetéki rendszerrel. Bízunk benne, hogy ezzel is mielőbb végezni fogunk.
Az érintett lakók előzőleg értesítést kaptak a szolgáltatási szünetről. 70 intézményben sem volt meleg víz és fűtés, de a koronavírus terjedése miatti bezárások folytán ez most nem jelentett gondot, fennakadás nem volt. A javítási munkák ideje alatt az érintett háztömbök között nehezebben lehetett parkolni. A nagy területet ellátó gerincvezeték cseréje jól haladt, a sikeres próbaüzemet követően már szerda kora délutánra mindenhol helyreállt a szolgáltatás. Elkezdődött a tavaszi haltelepítés a vasi vizeken. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége 10,5 tonna pontyot juttatott ki az állóvizekbe, köztük a szombathelyi csónakázótóba és horgásztóba, valamint a Rába egyes szakaszaira, hogy növelje a pecások fogási esélyeit. Újra életre kel a vadászató. A 2 évvel ezelőtti gátszakadás után rehabilitálták a tórendszert, és most megérkeztek az első halak is. Mai napon 500 kg háromnyaras sudártípusú pontyot és 250 kg vegyes keszeget, aminek a jó része bodorka volt, és olyan durván 150 darab egynyaras süllőt, ami nagyon hiányzott már a vízből a ragadozó állomány. A pontja legkedveltebb halfaj a horgászok körében, ebből telepítik a legnagyobb mennyiséget a vizekbe minden évben. Ezek a 1,5-2 kilós példányok már fogható méretűek, és a telepítést követően azonnal horgászhatók. A szombathelyi csónakázótóba 1200, a horgásztóba 600 kg pontyot tettek. A pontyok kihelyezése a tavalyihoz hasonló ütemben történik. Régebben még 1-2 telepítés volt éves szinten, és utána megrohanták a vizeket, és utána nagyjából, akik szabályosan megtartották a halakat, kifogták egy 60-70%-át, hogy ne ezt a módszertant folytassuk, hanem az elmúlt években az látszik, hogy inkább kisebb mennyiségekbe gyakrabban érkezzenek. A szövetség tavaly a költségvetése felét 60 millió forintot fordított haltelepítésre. Arra törekszenek, hogy keszekfélék is kerüljenek a vizekbe, mert erre is nagy igény van. Most nagyrészt bodorkát és karikakeszeget vásároltak egy nagyatádi termelőtől. 250 kg-ot telepítettek a vadásába és a Máriaújfalui hársastóba is. A horgászok örömmel fogadják, hogy bővül a halállomány. Valamikor elég szép, jó fogások vannak, valamikor nem annyira, de megéri maga a természetbe itt kint lenni, szóval én szeretek lenni. A pontyok és keszekfélék mellett a növendékragadozók telepítése is nagy hangsúlyt kap ebben az évben. Hamarosan előnevelt csuka is érkezik. Most egy nyaras 15-25 dekás süllőket engedtek a vadásába és a Rába csörött neki szakaszára, amelyek nagyjából 2 év alatt érik el a fogható méretet. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet a vasi horgászok életére is hatással van. Április 15-éig felfüggesztettek minden horgászvizsgát és versenyt, valamint törölték az egyesületi közgyűléseket. A májusra meghirdetett féderversenyeket a járványhelyzet függvényében tartják meg vagy halasztják el. Nem tudja megvédeni bajnoki címét a Falkó. A Magyar Kosárlabdázók Szövetsége befejezetnek nyilvánította a szezont, és bajnokot sem hirdet. A magyar bajnoki címvédő Falkó Vulcano Energia KC Szombathely a múlt héten még zárt kapus mérkőzést játszott az Aréna Szaváriában, de a hétvégi forduló már elmaradt a kosárlabda NB1-ben. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége kedden úgy döntött, hogy befejezetnek nyilvánítja a 2019-2020-as bajnokságot, így a sárga-feketék számára véget ért a szezon. Nyilván nagyon sajnáljuk, hogy ez így alakult, de azt hiszem, hogy meg kell értenünk, hogy talán most ebben a pillanatban ez volt a legjobb döntés. Mi sportolók vagyunk, szerettünk volna játszani, és szerettük volna a bajnokságban a lehető legjobb eredményt elérni, de sajnos ez a vírus közbeszólt, és tényleg oda kell figyelnünk egymásra és az egészségünkre. Természetesen az egészség és az emberélet a legfontosabb, de a Falkó számára bosszantó lehet, hogy az MKOS bajnokot sem hirdet. Tehát hiába állt a tabella első helyén a szombathelyi csapat, a címvédés így elmarad. Nagyon nehéz dolog, hiszen tényleg egész szezonban, vagy hát az alapozástól kezdve arra készültünk, hogy bajnokságot nyerjünk. Ez ugye most így sajnos nem sikerült,
és hát ezzel a helyzettel most nem tudunk sok mindent kezdeni, de ugye megvoltak a céljaink, meg akartuk védeni a bajnoki címünket, a magyar kupát is meg szerettük volna nyerni. A csapatkapitány örömtelinek tartja, hogy a Bajnokok Ligájában sikerült történelmet írniuk. Mint ismert, a Falkó 6 győzelemmel és 8 vereséggel zárta a BL csoportkörét, és egyetlen meccsen múlott, hogy nem jutott tovább. A sárga-feketék a magyar bajnokságban is remekeltek, 18 győzelemmel és 3 vereséggel fejezték be az idényt. A Szombathelyi Televízió híradóját látták 2020. március 18-án szerdán. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!